Hentesekből nincs hiány, mondják a szabadkai tejpiac vásárlói. A legtöbb vevő általában egy bizonyos törzshelyen szerzi be a hústermékeket. Mint mondják, többféle hústerméket vesznek, legyen szó akár baromfi, marha vagy sertéshúsról, ugyanis ezek a legkelendőbbek. Az emberek vásárláskor a minőséget helyezik előtérbe. A tejpiacon ezt szigorúan ellenőrzik. Legtöbben ezért ide járnak friss élelmiszerért. Mire szokott figyelni vásárláskor? Hát inkább a minőségre, mint hogy most az 10-20 dinárra olcsó vagy drágább, inkább arra. Hogy az frissebb legyen, és szebb, és ne behozatali mindenféleképpen, hanem a miénk az itthoni. Csak hát azt azért az ember néha nem is tudja megállapítani, hogy melyik honnan származik, vagy honnan, mert mindent behoznak. És ilyen fölvágottakat, még ilyen magyar árut, ilyesmiket nem szoktam venni, semmit. Csak a mi termékünket itt. A hentesek javaslata szerint körültekintő vásárlás esetén elkerülhetjük, hogy nem megfelelő minőségű hús kerüljön az asztalunkra. Tari Gizella hentespultot üzemeltet a szabadkai tejpiacon. Elmondása szerint minél kisebb a só és víztartalma a húsnak, annál jobb minőségű a termék. Az állatkora, a tartás és vágás módja, a jószág által fogyasztott táp minősége, a szállítás és még számos tényező befolyásolja a hús minőségét, ezáltal egészségünket is. A színe nagyon megmutassa a húsnak, hogy mikor friss, annak rózsaszínes a színe, ami változik, az már változik a színe is, neki az már másnapra a fogása, pláne nyári időszakban. A hús minősége gyorsan romlik. Figyeljünk a hús színére, tanácsolják az eladók. Ha a csirke bőre szinte áttetsző, valószínűleg nem friss. A lében ázó húst pedig semmiképp se vegyük meg. Ilyenkor gyanítható, hogy megszakadt a hűtési folyamat, így a hús leveteresztett, és ezzel egy időben kiszáradt.